Oké. Én azon gondolkodtam el, hogy lehet, hogy változatlanul maradok a jegyzetelésben ennél a vördös megoldásnál, az szerintem biztos olvashatóbb, mint amikor én a macska kavarásommal szörnyűeket írok. Egyrészt ez előnye, hátránya viszont az, hogy amikor mondjuk például beillesztettem egy ilyen párbeszéd alapot, akkor ez nem olyan egyszerű nektek lerajzolni, ezért lehet, hogy olyat fogok csinálni, hogy ez is fut, meg fut a smart book is, és hogyha kéne valamit rajzolni, akkor vonalassan lerajzolom, hogy így rajzolod le, jó? És akkor így majd nem lesz problémás a dolog. No, akkor indítsuk el a Word szövegszerkesztőt, tehát erről fogunk a továbbiakban változni, beszélni egészen oda eljutunk, hogy szinte minden átlag dokumentumot le tudsz képteni a szöveget. A másik... Első adása. A Word-ban megbeszéltük a karakter, illetve a bekezdés formátumokat, de van még néhány olyan formátum, ami nem került sorra, úgyhogy a formázás témakörét fogjuk még egy kicsikét folytatni. Mégpedig így hátul is lehet látni már, ugye? Mégpedig a karakterformázás témakörét fogjuk folytatni. Ezeket a formátumokat a kezdőlap menüszallagról fogjuk elérni. Ugye itt vannak fönt a menüszallagok, a kezdőlap lesz az, ami a nyerő lesz. Itt egy kupacon találjuk a legfontosabb formákat. Ezek jelentős részét már ugye megbeszéltük, de van néhány olyan apróság, amit nem árt, ha ismerünk. Mikre gondolok? Hát például itt találunk ilyen egészen különleges karaktereket, szövegeffektusoknak hívja. Ha majd ilyen oklevél, szórólap, mit tudom, ilyesmit akarunk valakiknek adni, ezzel nagyon-nagyon látványos szövegeket tudunk majd készíteni. Korábbi verziókban erre a célra szolgált a WordArt névre hallgató valami. Itt is elő lehet valahogy ilyen furmányosan szedni azt, de ezeket a karaktereffektusokat rakták be helyette. Jó, tehát annak hívja egyáltalán? Nem, szövegeffektusoknak. Jó, na most itt lenne az a nyerő, hogyha ezt a csodát le tudnátok rajzolni. Erre mondtam azt, hogy akkor én lerajzolom, hogy mit rajzoljátok. Ugye ezt le lehet nyitni, és egy ilyen
dupla vonalas A betű. Tehát valami ilyesmit kéne rajzolni. Tízesben van, hetesben nincs. Jó? Na most a hetesben viszont van a Word Art, valahova eldugták, mindjárt mondom, hogy hova dugták ezt a csodát. Nektek a beszúrás menüszalagon van olyan, hogy Word Art. Itt van. Igen, az. Ide menjek rá. És nekünk is van ilyen a tízesbe. Jó? Majd megnézzük. Nem. Hogy mondjam, ezt a szövegeffektust, meg ezt a Word Artot, hát marha ritkán fogjátok használni. Majd, ha jut rá idő, akkor rátérünk, jó? Nem kell vele foglalkozni. Menjünk vissza a kezdőlapra. Word Art ezt a... mindegyikben megtaláljuk, de ez nem a kezdőlap menüszalagon van kivételesen, hanem a beszúráson. Mindkettőt arra fogjuk használni, hogyha nagyon-nagyon ritkán ilyen nagyon szép szövegeket akarunk írni. Tehát plakát, szórólap, oklevél, ilyesmikhez. Jó, tehát ezt tipikusan erre fogjuk majd használni. Aztán itt a kezdő lapon találunk olyat is még, hogy szövegkiemelő szín, ezt nem fogjuk használni semmire, csak megemlítem. Itt van viszont a betűszín, jó, tehát a betűszínt is itt találjuk. Jó, tehát ő lesz az, amivel a betűszínt tudjuk állítani. Illetőleg a kisbetű, nagybetű váltás. Az ez. Jó, ezt arra lehet használni, hogyha te gépelsz, és észreveszed, hogy hú, a francba, ezt nagybetűvel kellett volna írni, mert tulajdonnév, vagy mozaik szó, és amiatt végig csupa nagybetűvel kellett volna írni, de te nem úgy írtad, hogy ne kelljen kitörölnöd, és úgy javítani, innét tudsz választani. De zárójelesen megígyezném, hogy ennek van billentyű kombináció is, ugyanis ha gépelés közben észreveszed, és a egeret megfogni, oda menni, kattintani az idő. Sokkal egyszerűbb, ha tudod a billentyű kombinációját. Ez lesz a Shift plusz F3 billentyű kombináció. Hogy ez mit csinál, kis próbáljuk rögtön. Azt hiszem elindítottam veletek a Word-öt. Itt én gépeljük be azt, hogy Nemecsek Ernő. Mindegy, hogy kicsi vagy nagy betűvel. Mert pont azt fogjuk majd eljátszani. Jó, tehát kijelölöd, és hogyha te nyomod a Shift F3-at, látjuk, ugye? Tehát cserélgeti. Csupa kicsi, nagy kezdő, csupa nagy. Oké? Tehát nyomod a Shift billentyűt, amivel egyébként a nagybetűt kapnád. Tehát jelölöd ki. Ami a nagybetűt. Nyomod a Ctrl-t és tekersz előre felé. Ott. Előre.
itt van? Igen. Tehát beírtad azt, hogy nem egy sikernő. Kijelölöd és nyomod a shift. F3. Nem egy. Ja, te a Wordpadot indítottad, nem a Wordpadot dolgozom, most a Wordben dolgozom már. Tehát most már a Wordben dolgozom. Itt van, kijelöltük és most a Shift F3-at. És nézd, hogy mi történik. Ugye nagybetűs lehet nyomt folyamatosan, és nézd az F3-ot többször, és nézd a képernyőt. Nézd a képernyőt. Oké? Okay. Jó? Működik mindenkinek ez a kisbetű nagybetű váltás, jó? Igen. Oké, okay, tehát erre lehet használni. Jó, aztán itt még egyetlen lehetőség van, ennek a segítségével a formátumot tudod törölni. Jó, tehát a formázást tudod törölni. Ugye most megint előbb is kellett volna rajzolnom. Előbb valami olyasmit kellett volna rajzolnom. Jó, tehát ugye ez pedig ez lenne. Egy radír van mellette. Tehát ezt akartam lerajzolni. Oké? Okay? Na most szeretnék mutatni nektek olyan dolgot, hogy biztos közületek is fog esetleg valaki úgy járni, hogy a képernyőn ott van valami, amit föl kéne használni. Tehát nekem mondjuk ezt a nyomógombot ide a szövegeffektusok mellé oda kéne raknom. A kisbetű nagybetűt ide emellé oda kellene rakni. Meg lehet tenni minden további nélkül, csak hát egy kicsi időhúzás, de azért mutatni szeretném. Tehát azt kell tudni, hogy a képernyőt le lehet lopni, vagy a képernyőnek bármely részletét le lehet lopni. Jó? Ezt most megbeszéljük, hogy ezt hogy lehet elkövetni, hogy a képernyőről lelopunk valamit. Ugye korábban is úgy csináltuk a füzetbe, hogy én ilyen hullámvonalat húztam ide bal oldalra. Most nem tudok hullámvonalat, hát tudnék azt is, de hadd ne. Jó? Tehát ez most az a hullámvonal, emlékeztek, korábban is volt. Képernyő tartalmat két módon tudunk lelopni. A lehetőség. Az úgy néz ki, hogy nem tudok mellé rakni. Teljes tartalom lelopása. Ezt úgy tudom megoldani, hogy megnyomom a billentyűzeten a PRTSC vagy PRNTSCR vagy mit tenni. Szóval print screen, magyarul képernyő nyomtatásnak a rövidítése van odaírva. Na most ez billentyűnként eltérő, itt
Hol vagy? Jobb. Itt van. Erre az van írva, hogy PRTSC. Ez. Igen. Nyugodtan, azt hiszed, nem történik semmi, de történt, csak látszólag nem. Jó? Tehát ez a print screen billentyűvel történik. Ez fordítva van. Nem CS, hanem SC. Fura is volt. Így. Jó, elnézést. És ezt valahogy rövidítik, hogy ez, ugye, mert ez egy hosszú szó. Nem tudják ráírni, tehát valahogy biztos, hogy rövidíteni kell. Itt nekünk az van, hogy PRTSC. De ezen a másik billentyűn, a notebookomon, ott PRNTSCR van. Jó, tehát, de valahogy rövidítik. És ez azt csinálja, hogy a vágólapra másolja a képernyő tartalmát. Aztán utána azt szépen beilleszthetem. A vágólapra másolásról már tanultunk, ugye a magnós hasonlat volt, emlékeztet a kazettás dolog. A beillesztés az meg már a Ctrl-V-vel történik. Tehát mondjuk például, tegyük fel, hogy ez van a képernyőmön, megnyomom a print screen billentyűt, és utána nyomok egy Ctrl-V billentyű kombinációt, akkor az fog történni, hogy a képernyő tartalma, mint grafika, a Word dokumentum, puff, így megjelenik. Tehát ugye az jelent meg a... Most ilyen fura, mert a saját magában látom saját magát, de hogyha én ezt itt elkezdem átméretezni, mert majd később fogunk tanulni, hogy hogy lehet képet átméretezni, meg arrébb rakni, meg itt. Oké? Tehát ez már itt egy kép. Ennek a képe. Bármikor, bármilyen képernyőt így le lehet lopni. Oké? Okay? Tehát, ha most nyomtál egy Ctrl-V-t, akkor berakta a dokumentumba ezt a képet, amit előtte láttál a képernyőn. Oké? Okay? Jó? Ezt most vonjuk vissza, mert csak kipróbáltuk, most nem lesz igazán jelentősége, de tudjunk róla, hogy ilyet lehet csinálni. Jó? Tehát így lehet lelopni. Én is letörlöm, csak meg akartam mutatni. Ctrl-Z. A visszavonás az még mindig a Ctrl-Z. Működik, ugye? Megjegyeztük, legjobb haverunk a Ctrl-Z. A Ctrl-Z, képzeld, még úgy is működik, hogy van egy rubrika, amiben be kell gépelned valamit. És ott már korábban volt egy szöveg, csak te bele akartál javítani. A korábbi szövegtartalom, egy nagy rubrika, amiben begépeltek korábban valamit, és te belejavítasz. És belekeveredsz a javításba, és az lenne a kíváncsi, hogy hú, a franc, jó lenne látni, hogy mi volt ott eredetileg. Nyomsz egy Ctrl-Z-t, visszakapod, mi volt ott eredetileg. Oké? Okay? Tehát ez működik, mindig. A másik lehetőség, hogy csak egy ablak lelopása, Csak az aktuális ablak. Azt pedig úgy tudod lelopni, hogy Alt plusz print screen. Tehát megnyomod az Alt gomb nyomása közben a print screen. Állj, most ezt ne próbáld ki, mert teljes képernyősen nézel valamit, tehát nem fogod látni a hatását. De, hogyha mondjuk elindítod a WordPadot, Start menü, WordPad, megjelent a WordPad a Word fölött, teljes méretben. Tehát betakarja az egész képernyőt, ugye? Igen.
És itt van az előző méret gomb. Ezekről a gombokról tanultunk, ugye? Arra kattintsál rá az előző méret gombra. Majd fogunk róla tanulni, nincs igazán jelentőség. Tehát a workpadot elindítottunk és visszatértünk előző méretre. Ugye rákattintottunk az előző méret gombra, itt a jobb felső sarokban. Akkor most azt fogjuk látni, hogy a háttérben ott van a Word teljes méretben, előtte egy ablak, a workpad. Aztán, hogy most ez itt van, vagy bal oldalon, vagy ahol volt, mielőtt teljes méretre kinyitotta valaki. Egyébként bárhova húzhatjuk, hiszen tanultuk, hogy minden ablak a címsoránál fogva oda mozgatható, ahova akarod. Tehát, hogyha ezt itt a címsoránál fogva arrébb húzod, akkor oda rakod, ahova akarod. Bárhova tudod rakni. Na most, ez az aktuális ablak. Hogyha én most az Alt Print Screen billentyű kombinációt nyomom meg, tehát az Altot a bal oldali, ugye már a jobb oldali az nem Alt, az Alt GL. Tehát a szó köztől egyel balra lévő gombot, az van ráírva, hogy Alt. Azt folyamatosan nyomom, mint süket a csöngőt. És egy pillanatra megnyomom ugyanazt a gombot, amit az előbb, azt a PRTSC-t, vagy Print Screen, vagy mi van ráírva neked, egy pillanatra, oké? Okay? Megnyomtuk egy pillanatra. Most zárjuk be a WordPad ablakát. Jó? Tehát a WordPad ablakát zárjuk be. Tehát nyomtuk az Altot, hozzányomtuk a Print Screen gombot. D70, igen. Tehát és most ezt zárjuk be. Igen, arra nyomjunk rá. X-eljük ki, ugye, ahogy mondják a gyerekek. Akkor most a vágólapon az az ablak van, amit most bezártunk, és hogyha Ctrl-V-t nyomunk, ha nem reagál rá, akkor kattints oda, ahol vagy, bárhova, és most nyomjál Ctrl-V-t, és akkor bejött a WordPadnak az ablaka, ugye? Nem az egész képernyőt fényképeztük le, mert a háttérbe körbe nem látjuk a Word-öt, csak a WordPadot. Érezzük a különbséget a kettő között? Tehát le tudom az egész képernyőt fényképezni, az a print screen. Illetve le tudok egy ablakot fényképezni, az az alt print screen. Oké? Okay? Mondjuk vissza, mert nem kell igazándiból, csak próbálkozunk most. Ctrl-Z-vel, változatlan. Ctrl-Z-vel vonjuk vissza. Jó? Kinek nem? Az elején elvesztem már. Na. Az olyan még jó, a meg az már rossz. Jó, tehát ezt lekicsinyítjük, ez az aktuális ablak. Most nyomjál egy alt plusz print screen. Igen, ezt bezárjuk. Jó, és akkor most nyomjál egy Ctrl-V-t. És akkor berakta ugye ezt a ablakot. És ezt visszavonjuk Ctrl-Z-vel. Jó, és a harmadik lehetőség, amikor a képernyőről valamit le akarok szedni, az a képmetsző program. Ezt a Start menüből tudjuk indítani. Tehát ezt a Start menüből tudjuk indítani. Úgy tudjuk elindítani, mint minden programot. Rákattintunk arra, hogy Start, és elkezdjük írni a nevét. Képmetsző. Képmetsző. Nem is kell, csak képmű. Mintha képmutatót írnál, képmű,
ennyit írunk. Megjelent legfelül a képmetsző. Itt van. Ugye ezt tanultuk, első foglalkozáson megbeszéltük, hogy bármilyen programot el tudsz úgy indítani, hogy megnyitod a startmenüt, és elkezded írni a nevét. Jó, most kattintsunk erre rá, hogy képmetsző. Képmetsző. És most megjelent maga a képmetsző program, viszont a háttér az olyan, itt is vagyok, nem is, mint hogyha lila ködben látnánk az egészet. Jó, sikerült elindítani a képmetszőt? Jó, tehát a start menüre rákattintottunk, és elkezdtük írni, hogy itt a képmetsző. Elindult, és na most igazándiból nekem erre van szükségem, ugye, mert nem az egész képernyőt akarom, nem egy ablakot akarok, hanem a képernyőnek bizonyos részleteit. Tehát mondjuk például ezt ki kéne innét metszenem, mert azt akarom oda rakni majd kicsibe, ugye, mert csak az az ikon kellene ide az én jegyzetembe. Ezt úgy tudom megcsinálni, hogy odaállok, hogy ez kell nekem, te is próbálkozhatsz vele, hogy kijelölöd csak azt, így húzással, egy ilyen piros izé veszi körbe, rákerült ez a vágólapra, tehát amit a képernyőn kijelöltem, az került a vágólapra. Képmetsző megtette a magáét, nem kilépünk, félrerakjuk ikonállapotba. Ugye ikonállapotba úgy tudod rakni, hogy erre kattintasz, ugye? Mert kell még, csak most útban van. Rákattintasz erre. Tehát erre rákattintunk, ugye? Igen? És hogyha te nyomsz egy Ctrl-V-t, akkor csak ez a kis ikon jelenik meg. Én meg oda rakom, ahova kell. Ugye a szövegeffektusok az ide kellene. Ugye te egy ilyet rajzoltál oda mellé. Ugye? És akkor ugyanígy le tudnám lopni a képernyőről az összes többi dolgot, ugye, mert te veled lerajzoltattam a kisbetű nagybetűt is, ugye azt is le tudnám lopni, tehát mondhatnám azt, hogy kell nekem a kisbetű nagybetű, hol vagy, az itt van. Ugye ezzel az ikonnal a formátumot is lehet törölni, azt is le lehet lopni. Azt meg ezzel az ikonnal tudjuk lelopni. Csak ez egy kicsit ilyen tökölődős. Oké? Nem jött ez. Ne vedd el a kezedet. Tehát azt mondjuk, hogy ő kell. Melyik gombot akarjuk lelopni? Mondjuk ezt. Most nem egészen az lett kijelölve, tehát próbál kijelölni. Jó, és akkor ezt félrerakod, és nyomsz egy Ctrl-V-t. Hát Ctrl-V-vel rakod be mindig a vágólap tartalmat. Ugye, mert ez a... Nyilván ez oda rakja, ahol most a szövegkurzoroddal állsz. Azt, hogy tudod majd úgy elhelyezni, mint ahogy én elhelyeztem, hogy így szépen egy oszlopban, kicsit arrébb van, az már más téma, arról még nem tanultunk. Most azt néztük meg, hogy a képernyőnek egy részét hogy tudod lelopni. Ne ragadjunk ennél le, mert erre a jelenlévők 10%-ának lesz szüksége. Mondjuk aki tanár és a képernyőről le akar valamit rakni, és meg akarja mutatni a diákjainak, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Vagy ír valami könyvet, vagy bármit, tehát publikál, és szeretne a könyvébe valami szemléltető ábrát rakni, ami ott van a képernyőn, vagy annak egy részét. Így tudja megcsinálni. Oké? Így tudja megcsinálni. Másik megoldás, hogy szól egy grafikusnak, és az 10 000-ért, vagy 20 000-ért, vagy mit tudom, mennyiért vállalja. És ez az a módszer, amit múltkor kérdeztem, hogy mondjuk a versszöveg mellé a képet be tudom tenni, vagy az egy másik?
bármilyen képet be tudsz a verszöveg mellé rakni, akármilyen képet be tudsz rakni, hogy ne szedje szét, arról majd fogunk beszélni. Tehát azt mondtam, hogy most is, hogy én hogy raktam ide, hogy két oszlopban van, stb. Erről majd fogunk beszélni. Tehát a képekről hosszasan fogunk beszélni, hogy te a szöveges dokumentumodban hogy tudsz berakni egy képet, hogy tudod a szöveggel körbefolyadni, ezt részletesen megbeszéljük. Erről a témáról, hogy a képernyőről hogy tudsz lelopni valamit, erről nem kívánok többet beszélni, mert fölösleges. Tudjál róla, hogy lehet, a jegyzetedben megvan, hogy hogy lehet, ha kell, elő tudod venni, és meg tudod nézni, és figyelj, ha más nem lesz, akkor az lehet majd, hogy tudsz róla, nem jön össze, szólsz az infotanár ismerősödnek, vagy a fiadnak, vagy valakinek, aki tényleg ért hozzá, csak tudjál róla, mert ha nem tudsz róla, akkor nem is akarod megcsinálni. Oké? Ha nem tudsz róla, hogy a képernyő tartalmát le lehet lopni, akkor nem akarod ellopni. Oké? Jó, tehát így tudjuk ezeket szépen leszedegetni. A betűszint is lelopjam, lelopom. Ha már lúd, akkor legyen kövér. Jó, tehát akkor ide még egy betűszint is oda rakjuk. Jó, tehát így néznek ki ezek a ikonok szépen. Most mindent lerajzolni. Oké. Jó, és akkor folytassuk a megismerkedését a különböző betűformák, megismerkedést a különböző betűformákkal, ugye mert onnét kanyarodtunk el, hogy ezeket nekem el kéne helyezni itt mellette, és akkor ennek kapcsán megbeszéltük, hogy hogy lehet képernyőről bármit lelopni. Tehát ez azért itt került tárgyalásra, mert nekem használni kellett. Most van még néhány további speciális betűformátum, amelyeket csak párbeszéd ablakból lehet elérni. Jó, tehát a kezdőlap menüszalagon vagyunk még mindig, de a továbbiakat már csak és kizárólag, jó, tehát további extra lehetőségek, csak párbeszéd ablakból érhetők el. Mégpedig úgy, hogy most ahhoz, hogy ki tudjuk próbálni, ugye nektek be van gépelve, macska meg föl van mászva, tehát begépeltük azt korábban, hogy Nemecsek Ernő. Ugye? Tehát van egy olyan szövegünk, nekem is lesz. Jó, ezt állítsátok át, most már tudjátok a kisbetű nagybetűvel variálgatni, úgyhogy hogy rendes, tehát nem a git egyletbeírás, hanem rendesen. Tehát a neve normálisan nagy kezdőbetűvel szerepeljen. Jó? És jelöljük is ki. Jó? Tehát jelöljük is ki. Ugye egy sort legegyszerűbben úgy tudsz kijelölni, hogy ide kiállsz elé, és ott kattintasz egyet. Oké? Jó? Most az összes többi lehetőséget úgy tudod elérni, hogy itt a betűtípusok kupacnak, ugye itt volt az összes, amiről beszéltünk, annak a kupacnak a jobb alsó sarkában van egy ilyen kis, minek nevezzelek, ha ráállsz erre, akkor előjön egy ilyen, hogy betűtípus, és ott kattintasz, akkor előjön az a párbeszéd ablak, amit meg kellene beszélnünk, hogy ott még miket tudunk állítani. Jó? Tehát az összes többi extra dolgot itt ebben a párbeszéd ablakban tudod majd elérni. Ezt úgy éred el, ezt a párbeszéd ablakot, ezt úgy éred el, hogy csak párbeszéd ablakból érhetők el, amit a
betű típusok szakasz, betűtípusok szakasz az ez, vagy csoport. Ugye, mert a menü szalag több csoportra van osztva, vagy több szakaszra van osztva. És most a betűtípusok szakaszról, vagy csoportról beszélünk. Jobb alsó sarkára kattintva nyithatunk meg. Most azt kéne lerajzolnod neked, hogy amit most rajzolok, hogy vannak ilyen kis ikonok, egy csomó, akár két sorba is, és ide van írva, hogy betűtípus, és itt a jobb alsó sarokban van egy ilyen kis légypiszok. Na ez. Mindent lehet, tehát látod, amit ott rajzoltam, azt átraktam ide magamnak. Jó, tehát erre kell kattintani, és ha arra kattintottál, tehát mielőtt rákattintottál, kijelöltük a nemecsekernőt, ugye? És akkor lépjél ki a párbeszéd ablakból, escape billentyű, ugye a menekülőgomb, jelöl ki, és utána kattints ide. Tehát ide. Akkor jutottál ide be. Na most, ami extra ságot innét megbeszélünk, és érdekes, az összesen három dolog. Az egyik a kis kapitális betű. Pipáljuk ki. Jó? Tehát kis kapitális. És hogyha nyomunk egy okét, akkor látjuk, hogy mi a következménye annak, hogy kis kapitálisra állítottuk. Az a következménye, hogy minden betű nagybetű lett, de ami nagybetű volt, az magasabb, mint ami kisbetű volt. Oké? Tehát ez a kis kapitális betű. Rendben? Ezt kiemeléshez fogjuk majd használni. És most látjuk a hatását. Tehát a kis kapitális, az kiemelésre használható. Ez egy nagyon elegáns kiemelés lesz, a kis kapitális kiemelés. Tehát ha valamit majd ki akarsz a szövegben emelni, akkor vagy félkörére állítod, vagy kis kapitálisra állítod, amit nem csinálsz, az az aláhúzás, mert az baromi ronda. Jó? Tehát aláhúzással nem emelünk ki semmit. Aki aláhúzással emel ki, az hülye a tipográfiához. Nem ért hozzá, tehát azzal nem szokták. Szokták, csak csúnya. A következő dolog, amit majd fogunk használni, néha
szoktunk ilyen fedőlap címeket is csinálni. Tehát, hogy mit tudom, ilyen szakdolgozat, vagy pályázat. És ezt úgy szokták még azon kívül kiemelni, hogy a betűméret nagy, hogy ritkábban írjuk. Ugye írógéppel ezt betű szóköz úgy írtuk, szövegszerkesztővel is írhatjuk úgy, hogy betű szóköz, de hogy akkor a helyes írás ellenőrzőt nem fog működni, az biztos. Meg nem értünk hozzá, az is tuti biztos. Majd ritkítani kell. Úgy tudjuk ritkítani, jó? Újra kattintsunk ugyanúgy, de még mindig kijelölt a nemecsekernő, tehát még mindig kijelölt, és ugyanoda kattintunk, ahol az előbb voltunk, jó? Csak hogy most nem a betűtípus fülön kell nekünk garázdálkodni, hanem át kell menni a speciális fülre. Tehát van ott egy olyan fül, hogy speciális, jó? Tehát át kell oda menni, hogy speciális. És itt látjuk azt, hogy térköz, itt, tehát át kellett menni először, hogy speciális, itt fölül. Jó, akkor oda mész, jó? Na, ilyen különbségek vannak a 2007 és 10 között. Ugyanott van, csak mást írtak oda. Gyakorlatilag arról van szó, hogy másik manyus fordította, aztán nem ugyanazt értitek, jó? Tehát átmentetek ide, és akkor van térköz, lehet, hogy nem térköz, hanem... Igen, és ha azt lenyitod, van olyan, hogy ritkított. Jó, ritkított. Jó, tehát ritkított, és a mértéke, itt mellette van a mértéke, ez most egy pont, hogyha elkezded növelni, mit olyan 5-10 közötti értékre fölnöveled, és nyomsz egy okét, akkor világos, hogy mi történik. Tehát szép, ritkán jelenik meg a szöveg. Oké? Okay? Tehát széthúzta a szöveget. Tehát így lehet majd ritkítani. Aki ért hozzá, így ritkítja, és nem úgy, hogy betű szóköz. Jó? Térköz, ezt itt lenyitott, és lekapt. És ritkított, kapcsolt. És ezt az egy pontot növel föl. Ne csökkent, növeld, tehát fölfele nyíra kattint, ne a lefele nyíra. Jó, folyamatosan. Jó, oké, elég elengedett, oké. Itt van lent az oké. És akkor a szép ritka lett. Jó, sikerült mindenkinek összehozni? Na most ez megint annyira el van dugva, hogy erről nem tudsz, ezt meg nem találod, az hétszentség szerintem. Ugye? Hát az kizárt, hogy megtaláljad. Jó, tehát ritkított betű. Hozzáteszem, sűrített betű is lehetséges. Jó, a másik fülön az, hogy másik fül úgy értendő, hogy ugye amikor megnyomod ezt a gombot, akkor a betűtípusra érsz, de nem az, hanem a másik. Most írjam azt, hogy speciális, mert van, akinek nem speciális, tehát ugye, tehát most mit írja? Viszont ez mindenkinek térköz. Mindenkinek térköz? Igen. Jó, tehát a térköz. Listában. Ott találjuk a ritkítottat is, a sűrítettet is, és mindegyiknek tudjuk állítani az értékét. Nem tudom, nektek dicsekedtem-e a könyveim, szerintem igen, mikor itt az elején betítettem, hogy voltak könyveim, azok ilyen kisebb terjedelműek voltak.
szokták mondani Lenin összes alapján, hogy Nógrádi összes. Na most ez 450 oldal volt az első kötet, második oldal 410 oldal, de sűrített betűvel, 10 pontos betűmérettel. Tehát nagyon meglendült a tolla, hogyha megnézitek, tényleg jó sűrűn tele. Elővehetnék más informatikai könyveket. Hát informatikai könyvekre általában az a jellemző, most kapásból egyet előveszek, nem biztos, hogy bejön, de bejött. Tehát alig van rajta szöveg. Kicsi szöveg, jó nagy ábra, következő oldal. Kicsi szöveg, jó nagy ábra. Tehát, hogyha az én stílusomba írták volna ezt a könyvet, akkor lehet, hogy 300 oldal lenne, így viszont volt 600, vagy még több. Na most miért mutatom ezt? Azért, mert néha van az embernek terjedelmi korlát. Azt mondják, hogy mit tudom, 10 oldal lehet maximum. Hát akkor sűríted a szöveget. Arra azért vigyázzatok, hogy a olvashatóságnak vannak határai. Tehát ugye megbeszéltük azt, hogy a legkisebb betűméret, amit még el lehet olvasni, hát az 10 pont környéke. Már ott is vannak gondok 45 fölött esetleg, tehát lehet, hogy ott már rövid az embernek a keze 10 pontos betűnél, de tudjunk róla, lehet sűríteni is, ritkítás meg ugye a címeknél azért néha tényleg szükséges. Jó, ennyit így a extra lehetőségekről, és még egy utolsó, tehát ezt most te ne csináljad, amit én csinálok, ezt most ne csináljad. Itt van a betűtípus, ugye beállítottuk, hogy ritkított kiskapitális, 5,4 pontra ritkított szöveg jelenik meg. Még visszamegyek ide a betűtípushoz is, jó, néhány egyéb dolgot is átállítok, mondjuk 18 pontos algérien betűtípus, félkövér dőlten, és a betű szín is esetleg legyen egy ilyen lilás. Oké. Okay. Jó. Tehát ilyen. Na most, hogyha én ezt a alapértelmezett gombot itt megnyomom, akkor ez a Word verzió már megkérdezi, hogy csak ebben a dokumentumban legyen ez az alapértelmezett, vagy minden további dokumentumban. És hogyha merő szórakozásból nekünk valaki azt csinálja, hogy azt választja, hogy az összes dokumentumban, és megnyomja az okét, elkezdesz a Word-ben dolgozni, és azt fogod látni, hogy ilyen betűvel ír. És ha nem tudod, hogy ezt hogy lehet visszaállítani, akkor megőrülsz, mert mindig mindent át kell formáznod ahhoz, hogy normálisan nézzen ki. Jó? Tehát tudjunk róla, hogy van itt ez az alapértelmezett gomb, amit te itt beállítasz, ha megnyomod az alapértelmezést, nem feltétlenül kötelezően, de lehetséges, hogy az lesz minden dokumentumban az alapértelmezés. Ezt nem írom le, csak tudjál róla, hogy van ilyen. Jó? Oké? Okay. Hát el tudod képzelni, hogy most kezdek egy új dokumentumot, és eleve így írok benne. Tehát most az következne, csak akkor vissza kéne állítani, megy az idővel. Jó? Ennyit így a betű formátumokkal kapcsolatosan. Nem tudom, van-e kérdés esetleg? Jó? Akkor a következő témánk, ugye a formázásokon belül még mindig, a bekezdés formátum. Bekezdés formátumokat már jó párat tanultunk, csak felsorolásszerűen, de azért mutatom is. Ugye megbeszéltük az igazításokat. Megbeszéltük a sor közt mellette. Megbeszéltük a felsorolást. Ugye itt vannak a bekezdés formátumok. Ezen kívül megbeszéltük még a behúzást.
az első sor baloldali a kettő együtt, illetve hát a jobb oldali behúzást. És ennyi. Meg a térköz úgy egy kicsikét érintőlegesen szóba kerül, de a térközről most fogunk részletesebben beszélni. A többi itt lévő formátumokat külön beszéljük majd meg, mert azok annyira fontosak és annyira összetettek, hogy mindegyikről önállóan is fogunk beszélni, vagy egy negyed órát. Tehát a bekezdés formátumokból kezdjük a behúzással. Ugye ezt is a kezdőlap menü szalagon is megtaláljuk. De jobban járunk, ha elmegyünk a lap elrendezése menü szalagra, és ott találjuk mindegyiken a térközt. Ugye a térköz megállapodásunk szerint a két bekezdés közötti távolság lesz majd. Na most ahhoz, hogy ezt igazándiból ki tudjuk próbálni, a mintaszövegünket egy kicsikét át kéne alakítani. Sőt, töröljük ki. Nyomjunk egy Ctrl-A billentyű kombinációt. Ugye Ctrl-A-val jelölünk ki mindent, ezt tanultuk. Jó? Tehát Ctrl folyamatosan hozza az A betűt egy pillanatra, és utána a billentyűzettel megnyomod a Delete billentyűt, és akkor ezzel kitöröltél mindent. Újra üres lap, tabula rasa. És írjuk föl, hogy első bekezdés. Enter. Ide kérnék begépelni egy mondatot, pont szó köz. Eddig oké? Okay? Igen, csak nem állítottam. Hogyha Ctrl-A-val csináltad, akkor elvileg törölt a formátumot is. Ctrl-A, Delete. Az nem dílt, az a dílt. Vigyázzatok! Rögtön. Tehát amikor mondtam, hogy dílt, akkor ez nem dílt, ez a tizedes jel. A dílt az ez. Jó? Tehát a kurzormozgató billentyűzeten lévő dílt. Ugye neked egy kicsit extrább a billentyű. Jó? Oké? Okay. Valaki kérdezett valamit, és mondtam, hogy mindjárt. Jó. És amikor mi a szövegszerkesztést elkezdtük... Nekünk az van, azt hiszem, hogy meg ilyen széthúzottan írja ez a... Ja, most már igen. Akinek széthúzottan írja, az nem jól törölte ki. Hogyha nyomtál egy Ctrl-A-t, és utána a Delete-tel, tehát nyomsz egy Ctrl-A, igen, most nyomd meg a Delete-et, jó, és akkor most kezdjük a Delete-et, szerintem. Na, azt kezdtem mondani, közben még gépelitek, én csak utalok egy korábbi tananyagunkra, amikor a szövegszerkesztés témakört elkezdtük, és leírtuk a kijelöléseket, hogy mit, hogy tudunk kijelölni. Hogyha oda visszalapoznánk, akkor valószínűleg szerepel ott egy olyan is, hogy egy mondat, Ctrl és kattintás a mondatba. Szerepel ilyen, ugye? Igen. Csak azt akkor nem tudtuk kipróbálni, mert amikor ezt írtuk, akkor még nem a Word-be dolgoztunk, a WordPad-ba, de most már a Word-be dolgozunk, tehát most ki tudod már jelölni ezt az egy mondatot. Mégpedig úgy, hogy most mondtam, nyomod a Ctrl-t és belekattintasz a mondatba.
ezt tedd meg. Tehát nyomod a kontrollt, és bárhova beleállsz a mondatba, és kattintasz egyet. És kattintsunk rá erre a... Hát lehet, hogy én nekem egy kicsit ilyen műszaki beütésem van, én ebben egy pi betűt látok. Szóval ilyen pi betűszerűségre. És akkor azt kell, hogy lássad, hogy két szó között megjelent egy-egy pont, illetőleg ottól Entert nyomtunk, ott meg megjelent maga ez a pi betűszerűség. Kérdésedre a válasz, hogy mi ez a pont, az azt mutatja, hogy ott te szó közt nyomtál, és ez nekünk néha segítség, hogy láthatóvá teszem, hogy hol nyomtam szó közt, hol nyomtam Entert, stb. Ha még egyszer erre rákattintunk, akkor eltűnik. Ezzel tudom bekapcsolni az úgynevezett nem nyomtatható karaktereket. Ugye, mert szó közt nem tud nyomtatni, mert ott nem nyomtat semmit. Entert nem tudsz nyomtatni, mert ott nem nyomtat semmit. Viszont hatása van a szöveg megjelenésére. És hogyha nem látod be, hogy most itt miért ment arrébb, miért kezdett új oldalt, vagy mit, akkor ezt bekapcsolod, és fogod látni, hogy ja, itt nyomtam egy Entert, ja, itt nyomtam egy oldaltörést, mert hogy olyan is van, majd megbeszéljük. Oké? Okay? És azt kéne most látnod, hogy a kijelölésben ez a pi betű nincs benne. Ha benne van, akkor te nem raktál szó közt a pont után. Ugye, mert én úgy mondtam, hogy pont szó köz. Akkor szüntesd meg a kijelölést, rakjál. Én nem raktam szó közt, és nincs benne. Így sem raktam. Nem raktam szó közt. Allah hatalmas. Elvileg ez szokott a hiba lenni. Mindegy. Az a lényeg, hogy nincs benne. Jó? Tehát nincs benne. Hol? Nem a shift-et nyomod a pontot. Jó, és kapcsolod a nem látható jeleket. És ugye ez az, ami nem jó. Tehát nem szabadna így lenni. Tehát a mondat végén pont egy szó köz, és most jelölt. Újra nyomod a kontrollt. Nyomod a kontrollt, és belekattintasz. És az a lényeg, hogy a kijelölésben ne legyen bent ez az Enter. Azért fontos ez, mert ezt most kimásoljuk a vágólapra. Hogyan? Ctrl-C, ugye? Nekem be, egy kis otthon, és mégis be. Jó, mindjárt. Tehát nyomunk egy Ctrl-C-t. Most elmész a végére, úgyhogy oda kattintasz. És hogyha Ctrl-V-vel beilleszted többször egymás után, akkor neked úgy fogja csinálni, hogy szépen folyamatosan egy bekezdésbe rakja. Viszont ha az Enter benne van, akkor egymás alá rakja őket, ugye, mert az Entert is másolja. Kacincs egyet ott olász. Nyomd a kontrollt. És beleállsz a mondatba. Kicsit húzz bejebb a székedet. Jó, alapból nem veszik bele. Jó, de szóval ez egy beállítástól függ, hogy beleveszi vagy ne. Ezt hadd nem mondjam meg, hogy hol van ez a beállítás, mert ez már úgy el van dugva, hogy... Tehát az a lényeg, hogy nekünk most így néz ki a szövegünk. Oké? Okay? Tehát szépen van egy címünk és egy hozzátartozó bekezdésünk. Jó? És akkor most... Most jelöljük ki ezt az egész bekezdést. Ezt az egész bekezdést. Emlékszünk rá, hogy tudjuk kijelölni? Bekezdés előtt kétszer kasz. Igen, dupla katt a bekezdés előtt, jó? Nyomjunk egy Ctrl-C-t, most ezt másoltuk rá.
a vágólapra. Tehát ide kiálltam, bal szélre, itt duplát kattintottam, utána elmentem a... Ja, utána nyomtam egy Ctrl-C-t, itt tartunk. Most elmegyek a mostani szövegem végére, tehát ide kattintok, vagy nyomok egy Ctrl-End billentyű kombinációt, ugye? End, nem N, hanem End billentyű kombinációt. Itt vagyok. Most nyomok egy Entert, ezzel kezdtem egy új bekezdést, és nyomjunk még mondjuk 2-3 Ctrl-V-t. Az a lényeg, hogy akkor most van egy viszonylag hosszabb szövegem, ami áll egy címből és 3-4 bekezdésből. Jó, és akkor most ki tudjuk próbálni a térközt már, mert már van térköz. Ugye a térköz a bekezdések közötti távolság. Hol segítsek? Jó. Tehát ennyit nem kellett volna írni. Kicsit túl teljesítettem a dolgokat. Hát ugye én azt kértem, hogy így jelöl ki, nyomta egy Ctrl-C-t, ugye ez nem is volt. Amegészen, picit bejöhetek segíteni? Tehát ugye az a problémám, hogy egymás alá rakta a dolgot. Igen. Valaki annyit írta, hogy fél oldalas lett a bekezdése. Spóroltál is, fél oldalas nem lett, de két soros se lett. Tehát akkor itt a... Hát gyorsan csináljuk meg azt, hogy a egész szöveget kijelöljük. Ctrl-A. Állítsuk sorkizártra, ugye ezzel. Sorkizárt. Jó? És akkor most megnézzük a térközt. Tehát a térköz az a két bekezdés közötti távolság. Két helyen tudjuk állítani. Egyrészt a kezdőlap menüszallagon, de csak akkor, hogyha bemegyünk itt a bekezdés szakaszon belül az extraságokba, ide. Nyomjuk meg. Jó, tehát ide klikkelünk. És akkor itt lehet állítani a térközt. Itt, ezen a, ebben a csoportban. Jó? Ebben a csoportban. El van dugva. Egyrészt. Másrészt, ha te itt állítasz, nem látod rögtön a változást, csak akkor, ha megnyomod az okét. Akkor viszont egy drasztikus változás lesz, ezért nem célszerű így dolgozni. Praktikusabb úgy dolgozni, hogy átmész a lap elrendezése menüszalagra, ugye, mert azt írtuk, két helyen érhetjük el. Jó, tehát átmész a lap elrendezéséhez, és itt van a térköz. Itt. Jó. Na most figyeljél, amelyik bekezdésben te állsz, én ebben az elsőben állok, tehát ebben állok, ott fogom állítani a térközt, ha nincs kijelölve semmi. Ugye ezt a bekezdés formátumokkal kapcsolatban már korábban megbeszéltük, hogyha nincs kijelölve semmi, akkor mindig arra a bekezdésre hat,
a formázás, amelyikben állsz. Erről beszéltünk korábban, így van? Tehát ha én most elkezdem növelni a tér közt, előtte is, utána is, akkor egyszer ez fog növekedni, másszor meg ez. Oké? És itt rögtön látod a hatását. Tehát ha itt rákattintasz arra, hogy tér köz előtte, akkor ott növekszik előtte, rákattintasz arra, hogy tér köz utána, akkor növekszik utána. Oké? Tehát ennek ez az előnye, hogyha itt állítod a lap elrendezésénél, hogy rögtön látod a hatását. A másiknál beállítod, nem látod a hatását, megnyomod az okét, ja, ekkora bazi nagy lett, ja, bocs, akkora nem kéne, csak kisebb. Oké? Jó, működik mindenkinek? Igen. Mi nem? Mit lehet ebben elrontani? Összejön azért. Hát növel. A nyilva, fölfele nyilva. Oké? Te meg innét ki kéne, hogy lépjél, át kell menni a lap elrendezésére. Itt van a lap elrendezése, és a kis az előtte, meg az utána. Tél köz előtte, az törés. A lap elrendezés rámas, és itt van a tél köz. Jó, de ne legyél kijelölve, nem legyen az egész kijelölve, és az első válkozóban nem jó? Kijelölni majd akkor fogsz, hogyha nem egy bekezdésnél akarod, hanem mindegyiknél. Akkor ki kell őket jelölni. Oké? Tehát így tudjuk állítani a térközt. Oké? Rendben? Ennyit írtunk le a témával kapcsolatosan. Illetve csak és kizárólag a kezdőlapszallagon, hogyha rákattintunk erre a csodára itt, akkor jutunk majd el még bizonyos más dolgokhoz. Jó. Lerajzolom, hogy mit kéne rajzolnotok. Tehát vannak az ikonok. Két sorba oda van írva, hogy bekezdés. Jó, tehát oda van írva, hogy bekezdés. És ennek itt a jobb alsó sarkában van ez a légypiszok-szerű valami. Ez az egész, így néz ki. És erre rákattintasz, kapsz egy párbeszéd ablakot, és azt szeretném kérni, hogy egy kicsikét átalakítjuk ezt a dokumentumunkat, jó? Figyeljél csak! Álljál ide az utolsó bekezdésed elé. Tehát van egy X bekezdésed, 4, elvileg. Pici, megengeded? Oké, akkor a következőt szeretném kérni mindenkitől. Nyomjon egy kontrollát először. Először nyomjon egy kontrollát, ezzel kijelöltünk mindent. Utána nyomjon egy Ctrl Q-t, hogy miért kellett Ctrl Q-t nyomni, majd mindjárt megbeszéljük. A Q betű, hol a Q? A Q. Ott arra fönt a Q. Jó, megvan?
Ugye, mert azt azért nem nyomjuk olyan sűrűn, tehát nem biztos, hogy tudjuk, hogy hol van. Igen. Most ezzel a Ctrl Q-val mit csináltunk? Ezzel a Ctrl Q-val az összes bekezdés formázást, amit csináltunk, töröltük. Tehát visszaálltunk alapértelmezésbe. Tehát nem sorkizárt, nincs térköz. Ugye, mert van, akinek sikerült annyi térközt állítani, hogy már három oldal lett a szövegből. Igen. Mindjárt írjuk. Mindjárt. Pillanat. Mindjárt. Csak ezt most befejezzük, aztán mindjárt írjuk. Írjuk. Jó? Na, akkor a következőt szeretném kérni. Állítsuk sorkizártra. Jó? Tehát állítsuk sorkizártra úgy, hogy ide kattint. Most szépen odaplattyogsz az utolsó bekezdésed elé, itt villog a kurzorod. Valahogy próbáld odarakni, össze fog jönni. Összejött? Jó? És akkor írd be, hogy ott villog a kurzor, hogy ez is egy cím. Enter. Tehát az a lényeg, hogy produkáltál egy egy bekezdést pluszba, ami ráadásul cím. Jó? És akkor most két extra dolgot fogunk megnézni. Eddig összejött a dolog? Lesz majd olyan, amikor az ember azt szeretné valamivel kapcsolatban, hogy az feltétlenül új oldalra kerüljön. Mert az egy annyira új téma, hogy az egy új fejezet, és az új fejezet kerüljön új oldalra. Na ez az. És azt szeretném, hogy ez új oldalra kerüljön. Ezt úgy tudom megcsinálni, több módszerrel meg tudom csinálni, aki nem ért hozzá, úgy szokta, hogy 42 darab entert nyomott előtte. Ismerős a dolog valószínűleg. Tehát ez az a módszer, amit nem értünk hozzá. Ha értünk hozzá, akkor különböző variációk vannak. Az egyik variációt nézzük most meg, aztán majd oldalakra tördelésről majd még egyszer kell beszélni. Azt kellene csinálni, hogy most nyomjuk meg, tehát ebben a bekezdésben állunk. Nem a cím bekezdésben, hanem ebben. Most nyomjuk meg ezt a nyomógombot, és menjünk át a másik fülre, a szövegbeosztás fülre, itt fölül. És van itt egy olyan, hogy új oldalra. Jó? Ezt pipáljuk ki. És nyomjuk meg az OK-t, és akkor ez átkerült új oldalra. Oké? Összejött ez így mindenkinek? Sikerült átrakni új oldalra? Tehát bele kellett állni ebbe az utolsó bekezdésbe. Tehát én azt mondom, hogy soha nem mondd, hogy soha. Mert hogyha mondjuk kell egy pályázatot írnod, pályázatban vannak formai követelmények, hogy hogy nézzen ki. Hogyha te a pályázatot úgy írod, ahogy szokták, hogy tehát a 48 darab enterrel új oldalkezdés, meg egy helyen állítják át a betűméretet, és abban a pillanatban már nem új oldalon lesz, meg nem ott lesz új oldalon. Meg. Tehát akkor szokott probléma lenni azzal a gyalogos módszerrel, hogy a felhasználók döntő többsége szövegszerkesztővel dolgozik, amikor utólag belenyúlnak a dokumentumba. Megőrül, mert minden elromlik. Aki már csinált ilyet, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. És ezek a
utólagos javításból eredő problémák csak úgy háríthatók el, hogyha te normálisan dolgozol, tehát betartod ezeket a játékszabályokat. Mert most, hogy én itt bármilyen betűméretet átállítok, tehát mutatom, jó? Tehát ugye ez most két oldalon van. Én itt a betűméretet bármekkorára növelhetem, az mindig új oldalon van, most is, plusz még egy oldal. Viszont, hogyha az ember ezt úgy csinálta volna, ahogy szokták, hogy ideál, és akkor itt nyom. Annyi entert, hogy új oldalra kerüljön, és akkor most állítja itt a betűméretet mondjuk, akkor figyeljed, hogy hogy változnak a dolgok. Okay. Ég és föld a különbség. Tehát nem mindegy, hogy te azokkal a módszerekkel dolgozol, ahogy illene, vagy nem. Mert akkor abból csak kínlódás lesz. A vége csak kínlódás. Tehát amikor nem értünk hozzá, az mindig kínlódás. Itt is, szövegszerkesztőbe is. Most lehet, hogy nem most fogsz ilyen dokumentumot írni, de ha nem tudod, hogy van ilyen módszer, és a füzetedben ott van leírva, akkor nem is keresed. És akkor nyomsz 48 centert, és akkor ha belenyúlsz utolabb a dokumentumba, akkor vért iszadsz. Oké? Tehát legalább tudjunk róla. Na most, amiket én itt elmondok neked, jelenlévők, mit én, 20%-ának kell mindent használni. Aki tényleg profi szinten olyan helyen dolgozik, hogy komoly dokumentumokat kell produkálnia. A fennmaradó embereknek, mint én, a kétharmada az használ 30-40%-ot abból, amit elmondtam, a többiek azok egy jó darabig csak annyit fognak használni, amennyit eddig is tudott, de azt egyszer csak kijön egy olyan bonyolult feladat, amit meg kell oldani. Például mondjuk úgy dönt, hogy akkor szerez magának egy újabb diplomát, vagy a cégével részt vesz egy pályázaton, és kell írni egy szakdolgozatot, egy pályázatot, egy mit tudom, egy portfóliót. Ugye? És akkor már is vértizzad. De vértizzad, komolyan vértizzad, mert soha sehol meg nem tanítják neki. Gyereket se tudja ezek jelentős részét, mert nem tananyag. Rozsika néni remek változtatásairól nektek beszéltem, ugye? Nektek beszéltem? Na, hát annyit kell tudni, Monika mondta, hogy Laci, te úgy beszélsz, azt hiszik, hülye vagy. A többség azt se tudja, ki az a Rozsika néni, akire gondolsz, te tudod meg, ugye? Tehát Hoffmann Rozsika néni, közoktatási államtitkárunk, ugye ő remek oktatási reformjából következően az új kerettanterben elsőtől 12-ig szerintetek hány órát tanulnak informatikát, ha nincs plusz óra száma a gyereknek, informatikát a gyerekek. Összesen 12 év alatt. 180 órát. Egy évben van ennyi tesi órájuk. És ezt úgy tanulják, hogy 6-ban először, és 9-ben utoljára. Ha ő nem gimnáziumba vagy szakközépiskolába megy, hanem szakmunkás képzőbe, akkor még ennyit se, mert akkor 6., 7., 8.-ban tanult, és akkor 120-valahány óra. Ma, a mai világban. Maga a katasztrófa. És ebből kifolyólag ezeket a finomságokat, eszosságokat, tehát hiába oda akarjuk adni, hogy a gyerekettől megkérdez, ő se fogja tudni, mert ezeket már ő se tudja. Egy csomó dolgot tud, de mondjuk címstílusokat, amit majd fogok tanítani, életében nem hallott róla, mert nem is tananyag. Pedig címstílus nélkül te tartalomjegyzéket nem tudsz csinálni. Márpedig szakdolgozathoz kell tartalomjegyzék, portfólióhoz, hát ahhoz mondjuk nem kell feltétlenül tartalomjegyzék, de bizonyos dolgokhoz azért majd fog kelleni. Akkor most tartunk szünetet, jó? Mert telefonomhoz. Aztán, hogy kell. Igen? Hello! Jó, oké. Köszönöm.
lelövöm a felvételt, hogy a szünetet azért ne vegyük fel. Hát, a másikat is tudtok.